Az elmúlt 8 évben Szerbia 550 millió dinárt fektethet be Palicson. A Vigadóban kialakított konferenciaközpont új tartalommal tölti meg a fürdővárost. Mladen Dinkić gazdasági és pénzügyminiszter szerint a felújítással az ősök előtt tisztelgünk. Palić najatraktivna destinacija ne samo u Vojvodini, već jedna od najatraktivnijih u čitavoj Srbiji, sa tradicijom, sa dobrim ljudima, sa velikim mogućnostima. Samo 300 miliona dinara je uloženo u veliku terasu, ali to je dug onima koji su to izgradili. A konferencia turizmus az egyik legfejlődőbb turisztikai ág térségünkben. A nemzetközi értekezéseket eddig kizárólag Belgrád és Újvidék tudta fogadni. Ezentúl Palić is bekerül ebbe a körbe. Do sada je ovde na Paliću bilo puno domaćih seminara koji treba naravno i dalje da se održavaju, ali ugostitelji na Paliću i turistički radnici najviše će imati korist kad dođu strani gosti i kongresni biro koji smo mi kao vlada osnovali još pre 4 godine uvrstit će sad Palić na mesto najatraktivnijih destinacija za kongresni turizam. Az új palicsi kongresszusi központ 3 teremmel több mint 400 helyen rendelkezik. Szimbolikus árakkal várják az értekezletek szervezőit. Az újonnan megnyílt kongresszusi központtal Palić előtt új lehetőségek nyílnak meg a világ kongresszusi turizmus piacán.